Sziasztok! Itt vagyunk ismét a Super Sim Challenge következő részébe, ugye Amanda Sztárnál. Egy kicsit átalakítottam még kezdés előtt a ruháját, mert mint általában szoktam, szintén vettem ki egyedi tartalmakat, meg cseréltem ki egyedi tartalmakat, úgyhogy ilyenkor lehet elő fog fordulni majd egy idő után a városba, egész érdekesen fognak járni az emberek, de közben följel veszem a hangot, mert alig hallom. És azért vettem ki az egyik tartalmakat, mert észrevettem, meg cseréltem, meg sokkal kevesebb van benne, fele annyi sem, mert csak nem bírja a laptopom, és hát nagyon akadozott az utóbbi játékok, szóval láttam én is, hogy küszködéssel csináltam egy-egy részt, és úgymond, tehát sokkal egyszerűbben szoktam. És nem olyan folyamatosan megy, még most sem tökéletes, de annyi, hogy ilyenkor vissza kell tetoválásokat, a hajakat tennem a színekre, az aktuális játékos színmel, úgyhogy próbáltam őnek is visszaállítani az eredetit, annyi, hogy mivel a ruhák nem kerültek vissza mind, ezért változtattam rajta. Programozást. Jó, hogy vihar van kint. Azért a városban elég sokat esik az eső. Ah, imádom ezeket a részletességeket, például amit látjátok itt a festő állványon, ezeket a berepedéseket, nem tudom, mint hogyha késsel festen, de nem, hát nem hiszem, a penzli ilyeneket csinál. Jó. Akkor ugye mondtam nektek, hogy állást kell találni, mert hogy az összes állásba el kell érni a 10-es karriert, és úgy gondoltam, hogy most festői karriert fog választani, szerintem az az egyik legkönnyebb. Hát most mondhatom, hogy a legkönnyebben végrehajtható, de hát aztán ki tudja, hogy mi lesz itten, persze, meg akár ki is rúghatják. De én azt gondoltam, hogy ezzel kezdem, ez egy általános... Na, mitől vagy dühös? És akkor az olyan látványosabb is, aztán gondoltam, hogy utána programozással is foglalkozhatna. Mert akkor már pénzt is kereshetne. Hát akkor ő a dühöst festmény tipikusan ő tudja ezt, hogy kell csinálni. Úgyhogy megint csinál egy dühös festményt. Igen, közben elfelejtettem kikapcsolni. Jézusom, tűzít. Hát szóval az történt, amint a tűzből annyit láttatok, ugye sokat entereztem, és az enter tényleg át fogom most már állítani a videómnak a gyors, tehát a kamerámnak a gyors billentyűzetét, mert enterrel kapcsolom be, és sajnos lemaradtatok az egész tűz esetről, csak egy pillanat látszódik belőle. Na, akartam érzelmi festményt csinálni a szememmel, és ugye ott volt mellette a gép mellett a füstölő, amit begyújtottam, és hát az persze meggyújtotta magát a számítógépet, amiből tűz lett, a számítógépet lecseréltem, ezért tűnt el a pénzünk, viszont azt gondoltam, hogy akkor, hogy ne unatkozzon, meg sokszor ugye beszélgetni szeretne, akkor nem macskát, meg kutyát veszek neki, hanem vettem egy ilyen hörcsögöt, vagy egeret, valami, nem tudom, és azzal tud beszélgetni, meg volt neki, ugye kapott egy mikrofont, azt hiszem a Humor and Hygiene-on kapott egy mikrofont, és akkor mondtam, hogy azt is leteszem, hogy akkor majd azt is gyakorolnia kell. Hát, és úgy röviden ennyi, mert nem tudom, és azt nézem meg, hogy előléptették, mit kapott. Világítsuk meg mondjuk ezt a virágot, lámpát. Szóval
ez történt, hogy a tűz, de eloltotta a tüzet. Na, szóval átfogom. A lényeg, hogy át fogom állítani az Enter-t, tehát a gyors billentyű nem Enter-en lesz most már az indítás, a felvételem, hanem valami betűt fog, vagy gondolom, nem tudom, valamit. Csak már hozzá vagyok szokva persze ahhoz, hogy az. Gondolom, hogy ezt el is adhatná egy gyűjteménynek. Flörtölő hangulatba került. Egyébként miért ne lehetne flörtölnie? Egyébként tőle már lassan elvetnénk a kulcsot, mert állandóan bejön. És ez nagyon dühítő egyébként, szerintem, hogy így. Tehát jó, adja oda, mert ugye neki volt ez a kihívás, amikor adattuk a kulcsot, hogy a kihívást teljesítsük, de hát a kihívást teljesítettük, a kulcsot kérjük vissza. Még mindig nagyon tetszenek a tetkói. Kár, hogy igazából nincsenek ilyen tetkók, legalábbis nem tudok, hogy ilyen aranyszínű tetkók lennének, léteznének-e. Maximum matrica. De tök jó amúgy. Ez jól beszélgetnek. Nem tudom még mikor fogom elköltöztetni, mert mi most annyira nincs pénzünk, hogy gondoltam, hogy megnézem, hogy mennyi lenne a következő. Nem úgy fogom csinálni, ahogy előzőleg gondoltam, hogy minden egy, tehát körbe lakja az összes city livinges lakás, mert nyilván vannak, ahol laknak, meg vannak, ahol nem. Viszont két egyforma, hogy is mondjam, egyforma értékű lakásba tök felesleges beköltözni, hanem meg állandóan költözgetni, szóval ez így, hát nem, hanem úgy gondoltam, hogy mindig egy drágábba fog beköltözni, tehát a City Livingbe fog, tehát itt fog szemsúnóba költözni, de ezt kitesszük, mert ez tök jól néz ki. Hát kicsit olyan fura a falhoz, de hát nem baj, kell az érzelmi belőle, mert akkor legalább flörtölös festmény fog festeni, addig majd megtartjuk, azért is, mert nem merek most már gyújtani még egy füstölőt, mert biztos, hogy ki fog gyulladni. Érzelmi aura engedélyezését, bocsánat, erre gondoltam. Szóval akkor ott tartottam, hogy annyit akartam ezzel mondani, hogy akkor mindig csak egy drágább lakásban. Tehát az, hogy egymás mellett ugyanolyan értékű lakásba költözöm, az felesleges. Hanem egy drágább lakásba fogom mindig beköltöztetni. Választom neki valami esernyőt, mert nem választottam neki esernyőt, mert szerintem elfelejtettem választani neki esernyőt a költözéskor. Úgyhogy mindjárt nem tudom, szivárványos, vagy az jó, szivárványos, mert szerintem olyat még nem nagyon választottam senkinek. Többit azt szerintem igen. Na, ezeket csak azért mondom nektek, hogy tudjátok, hogy megértsétek, hogy bennem mi ment végbe, amikor ilyen változásokat eszközöltem a sorozataimban. Illetve nem akarok úgy tűnni, hogy nem tartom be a szavamat, hanem tényleg most felesleges két egyforma értékű lakásba beköltözni. Az nem előrehaladás, csak felesleges pénzkidobás, meg felesleges költözést jelentene. Nekem ez a véleményem. Nyilván sokkal az az érdekesebb, vagy értékesebb, hogyha, vagy jobb, ha egy jobb, egy drágább lakásba megyünk. Valamit.
Olyan lassan lesznek egyébként a szemek ide, tényleg. Kész kinkesebb kivárni. Szóval, amint össze fog gyűlni neki egy kis pénz, akkor mindenképpen el fogom költöztetni, addig még itt marad. Nem, egyébként gondolkoztam már, hogy nyilván a növényeket fogom, elviszem. Ezért lehet, hogy az összest elviszem, bútorokat végül is. De el is lehet adni, és akkor egy újakat. Hát nyilván a plakátokat, ugye a pozitív challenge plakátjait, ezt megtartom. Tehát érdemes olyan dolgokat megtartani, mint például, hát jó, most nem fogom itt hagyni ezt a mokust, vagy egeret, vagy mit. Egy üres lakásban, hanem például ilyen, hogy a számítógépet érdemes elvinni, mert szerintem az, hogy főleg, hogy meg, szóval olyanokat, amiket esetleg megcsinálunk, hogy felfejlesztünk, akkor az érdemes azokat elvinni. Ja igen, és kukinak neveztem el. Semmi más nem jutott eszembe, de ez nem az a, tehát az jutott eszembe, mert amikor csináltam, akkor puki tettem. De nem akartam, hogy puki legyen, mert ez megint furán hangzik. Ezért tett kuki. De hát aztán később rájöttem, hogy hát ez sem biztos, hogy nagyon jó választás volt. De mindegy, ez most így marad. Kell valami poén is ebbe az egészbe. Szóval nem puki, hanem kuki lett. Jó, neki majd zenét is, tényleg, majd. Annyi mindent kell csinálni. Ó, megint felrobbantotta magát, hogy a fenét csinált már. Aj. Hát igen, furcsaságokat csinálnak ezek a egerek, vagy mik. Na szóval az történt, hogy megint ugye sikeresen nem nyomtam le a felvétel gombot, ugye a kód beírásával ez kimaradt. Ugyanúgy, mint a tűzeset. És ígérem, tehát itt befejezem, át is fogom állítani magát a billentyű kódomat, a gyors billentyűzetemet, mert ez már most már tényleg dühítő. Hát az történt, ugye, hogy jött a szerelő, hogy megszereli, ugyanis elromlott fönt a ez az zenegép, vagy hangszóró, vagy nem tudom, amiből a zene jött, és jött meg, hívtam szerelőt, hogy javítsa meg, jött ez a csaj, és elkezdtem flörtölni vele, és mondtam neki, hogy maradjon itt egy éjszakára, és most őt látjátok, hogy itt maradt, de nagyon kényelembe helyezte magát egyébként. Ó, azt hiszem, hogy táncol. Ugyanis majd találkozni kell, meg át is állítottam, hogy majd a karizma jártasság szintet ugye elérte, és akkor még két címmel, két különböző helyen kell majd megismerkednie, ami szintén nem egy bonyolult dolog, de utána kiagyaltam én ezt, hogy hát ugye lánya flörtölt, meg hogy volt egy kis egyepetje, de aztán rájöttem, hogy én nem is lányjal akarom, hanem fiúval, mert én gyereket szeretnék. Tehát azt szeretném, hogyha lenne közös gyerekük, mert hogy hát parent a szülői képességet is föl kell vinni. Ami azt jelenti, hogy hamarosan, tehát hogyha el kell kezdeni ugye a gyereket, tehát férjet keresni, gyereket, tehát hogy ezek mind ez is feltételei lesznek a Super Sim Challenge-nek, feltételei, hát magába a kihívásnak ugye a részében. Annak, na mindegy, csak ennyit akartam mondani, hogy ez történt, és tényleg, hát ezzel, bocsi, de ja, igen, közben ez szóval is egy picit flörtöl, de aztán úgy gondoltam, hogy őt vele mégsem, mert hát neki van férje, úgy tudom, ugye. Ó, de rendes, pont amikor elveszük a kulcsot, tőle kitakarítja nekünk a rágcsálónknak a helyét, vagyis hát a, igen,
Hát mindegy, hát most. Mindegy, mert nem akarom, hogy állandóan bejárjon egyébként, mert lehet, hogy be is fogom zárni az ajtót, hogy már az a baj, akkor meg nem tudok még barátokat sem, meg szerelőt se lehet olyankor behívni. Igen, közben egy kicsit feszült lett a helyzet, mert rákiabáltam, hogy menjen haza, mert nem akar elmenni. És hát meg is bántam, hogy meg összeszűrtem vele, úgymond a levet a szívemmel. Hát ez kibírhatatlan. Remélem, hogy előbb-utóbb fogja magát, és tényleg letelik az idő, és elmegy. A kulcsot veszi el. Jó, hát most már legalább elmegy, Nancy. Akkor ez a csaj is, remélem, most már el fog menni, mert baromira unom, hogy itt van. Na, szerencsére elment. Nagy nehezem. Úgyhogy szerintem ezt át is fogom majd állítani, de előtte veszek neki, hogy ne aludjon. És sajnos megint egy kicsit kezd beakadni a játékom, mert már ez a sokadik játékom rajta, felvételem is, meg a játékom is. Úgyhogy hát mi a laptoppal játszok, az nem nagyon bír túl sokat, mint egy gép. Nyilván a sokkal jobban bírja ezt a játékot. Jó, szerintem el fogom költeni mindet, igen. Mert szerintem most az a legfontosabb, hogy ne azzal teljen el, nem akarom, hogy ezzel teljen el, hogy tényleg aludjon. Egyébként már magától el is indult aludni, hanem azt szeretném, hogyha tényleg megissza, és akkor csináljuk tovább. Most azért remélem érzékeli a szívem. Jó, akkor ezt a részt itt hagyjuk abba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!